Ismét Esztével van dolgunk, jól látom? Bizony, nyolzson, bejkám! De jó, és van egy kérdésem, de csak úgy kíváncsiságból. Mondjad! Mennyi van még úgy belőletek? Csak mert már vagy 30 szívet mutattam be, és még mindig nem fogyott el. Több, mint gondolnád, tesókám, de most már ne dumálj, mutasd be! Jó, nem kell egyből letámadni, elkezdem a videót. Helyes! Sziasztok, én Zsombely vagyok, és érkeztünk egy újabb Storytime-os Minecraft teóriás videóhoz. A mai nap folyamán Wither Steve kerül bemutatásra. Igen, képzeljétek el, ilyen is létezik a teóriák világában, nemrég bukkantam rá Sharkboy videójára, és hát már a neve alapján is elég különösnek találtam, így arra a következtetésre jutottam, hogy ő lesz a következő teória. Más még nem látta ezt a karaktert, szóval csak Sharkboy szemszögéből fogunk mindent látni, illetve elemezni Wither Steve különleges képességeit és huncutságait, de persze utána mi is elmélkedünk egy kicsit rajta. Ne is húzzuk tovább az időt, vágjunk is bele! A videó elején már Shark tudja, hogy látni fogja Wither Steve-et, ugyanis a nézői mondták neki, hogy ez lehetséges, és különböző eszközökkel látható ez a teremtmény. Természetesen tudjátok, hogy nem, de szeretjük Shark kreativitását, tehát elhisszük, hogy létezik ilyen. Meg is épített egy olyan gépezetet, aminek segítségével kapunk egy különleges potit, és láthatjuk vele ezt az újabb Steve fajtát. Na de hogy is kell lépésről lépésre csinálni? A magma blokkokra rakunk három Wither Skeleton fejet, megnyomjuk a másik oldalon levő gombot, és kapunk egy Wither Harming Power nevű putit. Egy Wither Harming Power nevű potit. És különösen sok sebzés kapott, sőt, többet, mint kellett volna, ezt ő is mondta. Aztán visszament a szerkezethez, de amikor meghallott egy csomó potidobás hangot, meglátta azt, akit kellett, mégpedig Wither Steve-et. Tehát a poti hatásos volt, és tényleg vele szemben volt a karakter. Mivel azért kíváncsi volt arra, hogy tényleg ő az, megkérdezte, vagyis a táblák segítségével kezdtek el irogatni egymásnak. Wither Steve csak ennyit reagált. Hol? Na de mi van hol? Mire gondol? Jó vagy rossz vagy? Erre Shark is leírta, hogy ő most jó Steve, vagy rossz Steve. Mondjuk, hogyha rossz, akkor miért lepleznél le magát? Na mindegy. Steve eléggé tudatlan volt. Nem tudta, hogy mi az a jó vagy rossz, nem tudta, hogy mit jelent az, hogy bántani más. Ettől függetlenül nagy erőkkel rendelkezett, ugyanis biomet változtatott, illetve ő is tudott nagyobb területet átváltoztatni és tömböket lerakni. Shark meg akarta ismertetni Rainbow Steve-vel, mert ugye jó barátja, de nem tudja, hogy mi az a barát, és még az se, hogy mit jelent az, hogy valakihez kedves vagy. Esküszöm, ez a karakter eddig a legtudatlanabb és a legidegesítőbb. Hát milyen fogyatékos Steve szülei voltak ennek? Hosszas magyarázás után Wither Steve beleegyezett a Rainbow Steve-vel való találkozásba, és itt ért véget a videó. És akkor jöjjön az elmélkedés, a sztorizgatás, azaz a story time. Mivel mással tudnánk összefüggésbe hozni, mint a Wither-rel? Van egy nagyon, de nagyon különös felvetésem. Wither Steve egy normális Steve volt, de eléggé furcsa gyerekkorral. A szülei nem foglalkoztak vele, alig tanították, ezért is lehet az, hogy nem ismer sok kifejezés, és nagyon beszélni se tud. A szülei olyanok voltak, mint a többi Steve. Meg akarták ölni a sárkányt. Ezért el kellett menniük a Netherbe, és vitték is magukkal a kicsi Steve-et. Ám egy nagyon húzós helyzetben a Wither Skeletonok körülvették a családot, a szüleit megölték, őt meg csak megsebezték egy mérgező nyillal, valahogy túlélte, így a vírus elterjedt a testében, és félig Wither-ré vált. Ezek után a skeletonok befogadták, tehát a Wither Skeletonokkal nőtt fel a Netherben. Viszont egy idő után ráeszmélt arra, hogy ő nem néz ki úgy, mint egy Wither Skeleton, hiszen a fele Steve volt, tehát rájött, hogy ő nem innen származik. Egy nap úgy gondolta, hogy szerencsét próbál és nyomokat keres a Nether világában. Hosszas menetelés után megtalálta azt a portált, ami még ő jött át a szüleivel. Átment a másik dimenzióba, szüleit keresve, ám mindenki félt tőle, mert teljesen másképp nézett ki, mint a legtöbb Steve, ezért megivott egy olyan potiont, ami miatt nem látják, de különlegesebb potion, mint a láthatatlanság. Azt is észrevették, hogy különleges erők birtokában van, ezek például a bajon változtatások és a lélekhomok tömbök lerakása. Össze-vissza botorkált, amíg nem találkozott Sharkkal, aki ugye megitta ezt a potiont, amivel látta, és itt kezdődik Shark videója, tehát ez olyan, mintha mi elmondtuk volna az előző, és így egy tökre klassz kis sztori kerekedett ki belőle. Hát minden esetre reméljük, hogy a folytatás nem olyan szörnyű, és hogy Wither Steve is a jó Steve-ek között van, ugyanis ha nem, Minecraftia újra bajban lehet. Remélem tetszett az 56. rész is. Szerintem tökre érdekes sztorit lehetett ebből kihozni, de biztos, hogy ti is ügyesek vagytok és megint tudtok nekem segíteni, hogy is lehet Wither Steve sztoria. Írjátok meg kommentbe, kíváncsian várom. Ha tényleg tetszett a videó, nyomjatok rá folytatásképp egy lájkot, nagyon megköszönök egy feliratkozást, illetve kattoljatok a mellette levő csengőre, hogy kapjatok értesítést a kövi videóról is. Kövessetek be Instagramon, Zsombelyhárdinak hívnak, szinte minden nap van kép és sztori is. Viszont én most búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb is, Zsombelyfanok. Sziasztok!